Forrás Rádió. Mindig veled. Azt ígértük, hogy ebben az órában a frisbee játssza a főszerepet, mégpedig az Ultimate Frisbee. Na hát akkor a részleteket nyilván nem mi fogjuk megfejteni. Itt van Barátvági Éva, a Barát Team esétől, aki hát már visszatérő vendég nálunk, ezt mondhatjuk. Illetve itt van Farkas Bence is, aki egyrészt a Győri Széchenyi Egyetem végzős hallgatója, másrészt a Magyar Felnőtt Ultimate Frisbee válogatott tagja és a Magyar Repülőkorong Szövetség versenybizottságának szintén az agya. Jól mondom, Bence? Igen, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Hát tök klassz, hogy itt vagytok. Közben Zoli már ismerkedik az Ultimate Frisbee-vel, mert hogy hát itt frisbee-k is vannak az asztalon, szeretnénk majd ezeket kipróbálni is, jó? Egy kicsit, hogy mi is gyakorlati tapasztalatot szerezzünk. Meg egyébként van itt egy kiadvány is, amit hoztatok. Mit látsz benne, Zoli? Hát azt most hirtelen olvastam el az összes szabályt, de... 100 oldalt. Hát olyan nagyon érdekes összefoglaló van, Évi. Abban segíts első körben egy picit, hogy ugye te írtál nekem nemrég, hogy akkor egy kicsit erről a sportágról is beszéljünk, hogy neked, nektek hogyan lett közöttök a frisbeehez, illetve ti miben tudtok segíteni a frisbee ismertetésével kapcsolatban? Ugye én ahhoz, vagy úgy kerültem közel a frisbeehez, hogy a Blátiban tanítok, mint testnevelő. Aha. És a testnevelő tanároknak a pedagógus továbbképzés kötelező, és Erdősi Zoltán, az Ultimate Frisbee-nek a Magyar Szövetségi Képviselője, illetve elnöke, meghirdetett egy továbbképzést. Engem teljesen magával ragadott, és én úgy gondolom, hogy nem csak az oktatásba, hanem akár családi sportként, hobbi sportként, vagy akár versenysportként is megközelíthető, és egy nagyon jó és nagyon fejlesztő játék. Na most, hogyha te a testnevelést tanítod, akkor te úgy látod, hogy ez akár, vagy ebből akár be is emelhető egyébként a gyerekeknek az életébe, testnevelés oktatásába? Igen, maximálisan. Sőt, amit a kezedben tartasz könyvet, abban van egy 160 órás testnevelésbe beiktatható tanmenet is. Aha, itt van a csel. Nagyon komoly elmélet van akkor ebögött, ez akkor nagyon ki van dolgozva. Nagyon. Figyelj, Roland, nagyon szakmai lesz ez a leírás, ez nagyon komolyan le van, össze van foglalva itt a könyvnek a hátulján, hogy a csapatsportok között az Ultimate Frisbee az egyetlen non-kontakt inváziós sportjáték. Na most akkor én ezt jól értem, fordítsuk magyarra Bencihez, akkor tehát, hogy gyakorlatilag nincsen ugye testi kontakt, és hasonló logikára épül, én néztem egy-két videót, próbáltam készülni, számomra az amerikai focira emlékeztet, tehát hogy ez is egy körülbelül egy ilyen területfoglalós jellegű, de ugye testi kontakt nélküli sportág. Igen, ez ugye egy 7-7 elleni csapatjáték, körülbelül egy akkora pályán, mint az amerikai foci, 100 méter hosszú és 37 méter széles a pálya, mind a két végén van egy ilyen célzóna, és az a lényeg, hogy oda kell bejuttatni a korongot, ott kell elkapni az egyik csapattársamnak. Ugye non-kontakt, tehát nincs az mondjuk az amerikai futballban, hogy elveszem a másiktól a labdát, ütközünk, stb., hanem itt az a lényeg, hogy üresbe kell mozogni, anélkül, hogy a másikat gátolnánk ebben. Ugye akinél a korong van, ő nem mozoghat a koronggal, ő neki egy helybe kell ott állnia, és van rajta egy védő, 10 másodperce van passzolni. És nem tarthatja magánál sokáig a korongot. Igen, 10 másodpercig számolnak rá, utána el kell dobni, és ezért is jó, mert folyamatos passzjáték megy. Na most itt azt olvasom, hogy az ellenfelek, ahogy te is mondod, sem egymáshoz nem érhetnek, sem a birtokolt eszközhöz. Tehát, hogyha valakinek a kezében van a korong, akkor abból nem veheti ki. Nem, csak a levegőről szálló korongot lehet elkapni, igen, és így lehet korongot szerezni. Igen. A labdaszerzésnek hívják ezt a labdasportágban. Ráadásul az elejtett korongért nem indulhat harc. Mi van akkor azzal a koronggal, ami ott hát leesik? Hát hogyha a támadóknál mondjuk leesik a korong, akkor automatikusan az ellenfél csapata lesz a támadó csapat. Akkor gyakorlatilag az a cél, hogy egymásnak ugye nagyon gyorsan kell, amúgy is kell passzolni, mert hogy 10 másodpercig lehet csak nálad a korong, de akkor arra is figyelni kell, hogy ne essen le, igen, el nem kell le kapni. Tehát, igen. De a többiek mozoghatnak, ugye? Tehát akinél a korong van, ő nem mozoghat. A többieknek az a célja, hogy üres területben mozogjanak, és gyakorlatilag szabad passzávok alakuljanak ki. Hát én megértettem ennek a lényegét. Ha összerakjuk, azért ez kell. Azt hittem, hogy mondjuk könnyebb, mint gyakorlatban. Mert kicsit mielőtt érkeztetek volna, itt elkezdtünk hadakozni, mint az ilyes Holanda, hogy hát matekozunk, jó, de hogy nézhet ki, majd akkor jó, kifaggattunk titeket, és én sokkal jobban féltem ettől, hogy ez ilyen megérthetetlen lesz, de hogy nagyon egyszerűnek tűnik, akkor tényleg gyakorlatban is egyébként ilyen egyszerű kivitelezni? Hát könnyű játszani, viszont jól játszani az már nehezebb, mivel ugye itt komoly taktikai feladatok is vannak, de szerintem, hogyha sok gyakorlással könnyen elérhető egy olyan szint, ami már haladóknak nevezhető. Inváziós játék, ez azt jelenti, hogy térfél foglalós. Tehát, hogy igen. El kell juttatni oda a korongot. Jó, ugye a kettő korong van itt előttünk. Na most az egyik az nagyobb, mint a másik.
de hogy az egyik a hivatalos csak belőle. Igen. Mit kell tudni magáról a korongról? Hát ugye a nagyobb korong, ez ilyen szabványméret, 175 grammos, 27,5 cm átmérőjű. Ugye látható, hogy van egy ilyen pereme, ez azt segíti, hogy jobban lehessen pörgetni. Ugye a korongot nem dobjuk, hanem pörgetjük. És hogyha valaki ezt nagyon kigyakorolja, nagyon jól tud dobni, akkor akár 50 méterekre is el tudja dobni ezt a korongot. Na most ez egy kicsit azért úgy részletezzük, hogy nem dobjuk, hanem pörgetjük. Pörgetjük, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen dobómoz, most az baj, nem tudom ezt adásba közvetíteni, rádióban vagyunk. És... Hát de ennek is van fonákja, tehát nem mindegy, hogy melyik oldalról hajítod el. Többféle, hát számtalan módon el lehet dobni igazából a korongot. A leggyakoribb az ugye a fonákdobás, amit mindenki ismer, amikor mondjuk lemegyünk egy rétre vagy a strandra frisbizni. Ez, amit előbb csináltam. Igen, igen, igen. Aha. Van a tenyeres dobás. Hát ezzel megint előrébb vannak a hallgatók. De majd készítünk videót, és akkor ezt majd látni is fogjátok, jó? Istenem. Van egy tenyeres dobás, amikor a tenyerünkre rakjuk rá lényegében a korongot, és úgy dobjuk el. Igen, pisztolyfogásba. De az nehéz. Hát úgy célozni azért az nem lehet könnyű. Hát sok gyakorlással. Tehát a tenyerfelülettel gyakorlás kell csavart gyakorlatilag. Igen, hát az újonkkal igazából. Aha. Pisztolyfogásba fogjuk, berakjuk a korongot, és úgy az ujjunkkal pörgetjük. Wow. De és így is el több 10 méterre el. Persze. Tudjátok dobni? Persze. Jó. Évi, segíts egy picit, most azért fordulok hozzád, mert akkor bizonyára, ha már téged ennyire megragadott ez a sport, akkor valószínűleg már teszteltett talán a gyerekekkel. Igen. Na és ők hogyan fogadták? Mert ugye a frisbee, hogyha kiejted ezt a szót, hogy frisbee, akkor az átlagos hétköznapi embernek azt jelenti, hogy egymás között így haigálják ezt a műanyag korongot, vagy pedig a kutyának, de hát itt nyilván összetettebb és sokkal sportszerűbb játékról van szó. Először is a gyerekek szerintem azt veszem észre, hogy élvezik. Aha. Tehát én beviszem a testnevelés órára, és beviszem mint hobbi sportot az egyesületbe is. Mindenképpen azt vettem észre, hogy kétféleképpen fogja meg a gyerekeket. A mozgékony gyerekeket maga a játék, a kicsit inaktívabb gyerekeket pedig a gyakorlás, amikor dobni tanulunk. Mert élvezi azt, hogy sikerélménye van, és nem feltétlenül kell lefutnia egy meccs alatt 5-6 kilométert, mert ha jól tudom, azért ennyit simán fut egy meccs alatt egy versenyző. Ugye minimum 80, de 100 perces is lehet akár egy mérkőzés. Úgyhogy jó sok mozgást lehet belevinni, tehát ez egy aktív sport. Én azt veszem észre testnevelés órákon, hogy többféle képességet fejleszt. Tehát míg a labdasportok egy részét lefele vezetem a labdát, csak a labdát nézem, ez pedig a térlátást fejlesztve, a passzolást követve, különböző helyzeteket gyorsan felvéve, rengeteg olyan dolgot fejleszt, ami később a tanulásba, vagy a következő órákon mind-mind-mind hasznukra válik a gyerekeknek. Aha, izgalmasnak hangzik, hogy átküldtél nekem pár linket, ahol végig is lehetett követni egy-két teljes mérkőzést. Kicsit elmerülünk jobban, és innen folytatjuk mindjárt, hogy akkor ez Magyarországon például mennyire hódít teret, mennyire hódít hatna, és hogy Magyarország hol áll például, hogyha a frisbee-ről beszélünk, meg tudjunk meg magáról a szövetségről is egy-két információt. Innen folytatjuk, Barát Vági Éva tehát ma reggel a vendégünk, a Barát Team SE-ből érkezett ő. Az Ultimate Frisbee-vel kapcsolatban pedig Farkas Bence, ugye mint játékos van jelen, ráadásul ő ugye még jelenleg is tanuló sport és rekreáció szervező szakos hallgató Győrben, és egyúttal a magyar felnőtt Ultimate Frisbee válogatott tagja. Továbbra is a frisbee, az ultimate frisbee, a témánk Barát Vági Éva a Barát Team mesétől, az egyik vendégünk, illetve Farkas Bence, aki a magyar felnőtt ultimate frisbee válogatott tagja, és a Magyar Repülőkorong Szövetség versenybizottságának szintén a tagja, ők tehát a vendégeink. Évi, egy olyat elhintettél itt adáson kívül, és hát erre le kell, hogy csapjak, hogy a sütihez, a süteményhez van köze a frisbee-nek történetileg gyönyörű párhuzam, nekem nagyon tetszik, de fejtsük már ki, mert első hallásra kicsit fura. Igen, mert a frisbee, mint tányér, az először azt a célt szolgálta, hogy kiszállított süteményeket vittek rajta, és ezt elkezdték dobálni.
és ebből alakult ki maga a frisbee, mint sport. De ugye először a süteményt megették, és a tányért dobálták külön, mert... Igen, tehát, igen, nem veszett kárba, süteményért kár lenne. Nem. Süti csata, miért az is vicces tud lenni? Hát figyelj, azért egy ilyen frisbee-ben, hogyha ugye maradunk a hagyományos méreteknél, amit mondtál te is, Bence, hogy 27,5 centi, azért ebbe belefér egy csomó dolog, itt poénkodtatok, hogy ebben 4 deci sör is belefér. Biztos senki soha nem próbálta még ki. De jó, de könnyű ünnepelni, tudod, mert hogy akkor gyakorlatilag két frisbee-vel belefér egy üvegpesgő. De milyen buli lehetett akkor tényleg, amikor valaki elkezdte haigálni nem ezt a tálcát? Nem akarod tudni szerintem. De akkor részt vettem volna egy... Ja, nem aztán, akkor beleütötték a sört. Nem. De bár biztos belefér azért elég. Na, ez király. Hogy találkoztál te első körben, Bence? Arról mesél, hogy te hogy lettél érintett a sportágban? Ugye én Győrbe járok egyetemre, és ott találkoztam egy kötelező óra keretein belül, és utána volt lehetőségem a csapatban is. Ugye egyetemen alakult meg először ez a csapatunk, és ott volt lehetőségem beszállni, és annyira megtetszett, hogy így magával ragadott ez az egész dolog. Érdekes, hogy nekem nem voltak ilyen óráim, lehet, hogy rossz szakot választottam. Még alapvetően te sport és rekreáció szervező szakon igen, vagy. Úgyhogy... Igen, azért neked annál a magyar szakon magyar talán kevesebb lehet... esély volt a frisbee-vel találkozni. Így már talán érthetőbb egy kicsit a helyzet, de hogy könnyen be tudsz szippantani, nem? Tehát itt Évi is mondja, aztán mindjárt kifejtett bővebben, hogy a gyerekekre még hogyan hat meg, hogy kiket lehet ezzel megmozgatni, de hogy tényleg annyira összetett az egész, és annyira játékos, és közben nagyon komoly, hogy tényleg rá lehet csavarodni azért erre a játék. Igen, abszolút, hiszen ugye ha a hobbi szinten űzzük, akkor rendkívül egyszerű játék is. Mindenki meg tudja találni magának azt a pozíciót, vagy bármilyen játék szerepet, amiben ő jól érzi magát, ki tud teljesedni, és szerintem ez elsődleges szempont. Te Bence, itt egyébként van külön férfi és női válogatott, vagy ez vegyes? Hát úgy van, hogy van 3 divízió, van külön női, férfi, meg vegyes. Magyarországon a vegyes változata a leggyakoribb, meg a legnépszerűbb. Ez mondjuk érthető. Uh-huh. És itt ezt úgy kell elképzelni. Ez tök jó. Nekem tetszik az elképzelés. Azt fejtettem. És ugye ennél a mixed, vagyis hát vegyes kategóriánál úgy kell elképzelni, hogy mindig 4 fiú, vagy 4 lány vagy ugye a pályán, és akkor mellette a másik nemből 3 fő, és ez 2 pontonként cserélődik, tehát folyamatosan változik. Na most beszéljünk majd mindjárt egy kicsit magáról a szövetségről, a repülőkorong szövetségről, de előtte Évi, hadd faggassalak már tényleg arról, hogy akkor mennyire összetett, és hogy azok a gyerekek, akik például eddig nem nagyon látták meg a mozgás szépségét, sajnos egyre nagyobb számban vannak, így a gyerekeket nem nagyon lehet lekötni a tesi órán, de mondod, hogy itt azért ezzel ki lehet ugrasztani a nyulat a bokorból. Bizony, mert mondjuk azok a diákok, akik mondjuk nem igazán szeretnek részt venni egy fociba, vagy nem akarnak egy kosárlabdába sérülni, vagy mondjuk ők inkább a számítógép világában élnek, és nem aktívak. Én azt veszem észre, hogy legalább a gyakorlásnál, a dobálásnál szívesen beállnak. És akkor utána először ez egy bemelegítő rész, illetve játszunk, kidobozunk, fogózunk, különböző játékokkal vezetjük be a frisbit, illetve utána pedig jön a csapatjáték, ott meg ugye, ha el is kezdi játszani, az már fél siker, illetve utána kéri a cserét. De ennek az apropójából, tehát nem csak a diákokat, hanem akár mint családokat is szeretnénk bevonni ebbe, ezért is döntöttünk úgy az egyesületbe, hogy beszeretnénk vonni ezt a szakosztályt az egyesületünkbe, aktívan szeretnénk ebbe részt venni, szeretnénk több helyen, tehát eleve Tatán én az iskolában, a Blátiban mindenképpen ezt is szeretném csinálni. Ezen kívül Komáromban és Koppánymonostoron mindenképpen szeretnék heti több alkalommal edzéseket tartani. Ezt alakítjuk ki, ehhez van most taktoborzásunk, hogy minél hamarabb aktív, akár versenycsapatot tudjunk felállítani. Egyébként bennem így az megfogalmazódott, ha már itt azért felvetődtek a labdajátékok, hogy szerintem kiegészítő sportákként is jó lehet ez a frisbee, mert hogy ugye egyrészt állóképességet fejleszt, nyilván valamilyen szinten dinamikát is fejleszt, másrészt, amit itt ugye mondtál, Bence, hogy ugye itt a passávokat kell azért megtalálni, tehát tulajdonképpen ugye egy hasonló jellegű mozgásokat kell végezni, mint akár mondjuk a kézilabda más, de mondjuk a kosárlabdával, meg a focival azért párhuzamba tudom állítani ilyen téren. Igen, abszolút ilyen előkészítő játéknak megfelelő, ezért is jó, hogy már akár általános iskolába lehet tanítani, hiszen egy olyan mozgásanyaggal ismerkedik meg a gyerek, a diák, amit később nagyon jól tud kamatoztatni a többi labdasportban, úgyhogy igen, kifejezetten előnyös.
akkor ezt úgy jól éreztem. Közben itt a dobásokat Évi már mutogatja Zolinak. Figyelj, ezt mindenképpen ki kell próbálnunk, Zoli, tehát itt mese nincs, ki kell mennünk ide a stúdió mögé, hát nyilván kamerával ez meg lesz örökítve, úgyhogy akár ügyesek leszünk benne, akár bénák, ezt a hallgatók látni fogják. Nem, én ezt adom, abszolút, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan viselkedik egy ilyen korong, magáról a korongról is, meg még a sportágról beszéljünk, és innen folytassuk, mert nekem van kérdésem, magán a korongon is szerepel egyébként egy nagyon különleges megmozdulás, ez 19-ben volt a repülőkorong Európa bajnokság, ráadásul pont Győrben. Igen. Azt a mindenit, jönnek a részletek, jó, folytassuk innen. Barátvági Évi tehát ma reggel a vendégünk, a Barát Team SE-től, ugye, és mint oktató, mint testnevelés oktató, ugye a sportággal szeretné a gyerekeket megismertetni. Farkas Bence pedig játékosként van jelen, az Ultimate Frisbee felnőtt válogatottnak a tagjaként, és akkor jönnek még a részletek. És az Ultimate Frisbee-ről beszélünk, nagyon különleges sportág, csapatsportágról beszélhetünk, és akkor itt az előbbi megszólásnak a végén ugye szóba került, hát a korongon látom, tehát hogy nem volt nehéz leolvasnom, hogy Győrben rendeztek is európai szintű bajnokságot. Na Bence, mesélj, mert akkor te már ott voltál, vagy ebből még kimaradtál? Ebből én még pont kimaradtam, én ugye 2021-ben kerültem bele a sportágba, úgyhogy én erről sajnos lemaradtam még. De akkor létezik, tehát van, tehát hogy európai szinten azért ez gondolom jóval régebb óta működik. Igen. Akkor a magyarról beszélj egy kicsit, mert hogy azért ennek is van gyökere, 94 tájé. Igen, akkor ő hozták be Magyarországra, és ugye hát folyamatosan, dinamikusan fejlődött ez a sportág, jelenleg ott tart a magyar frisbee csapat lényegében, hogy az U20-as válogatottunk az tavaly nyáron világbajnok lett, az utánpótlás világbajnokságon az U17-es csapat pedig Európa bajnoki aranyérmet szerzett. Wow. Hol űzik ezt nagyon jól a világban? Tehát hogyan kell elképzelni a világ frisbee térképét? Hát ugye az elsődleges nagyhatalom az Amerika. Aha, értettem. Amerika, Kanada, Ausztrália és Japán a fő nagy hatalmak lényegében. Ugye alapból a sportág Amerikából származik, úgy lett kitalálva, hogy az amerikai focisták, lesérült amerikai focistáknak kellett egy hasonló mozgásanyaggal bíró sportág, ami kevesebb sérülésveszéllyel kecsegtet, és ezért alakították ki lényegében ezt a sportágat. Nagy csomó jó pozitív tulajdonságról beszéltünk már, tényleg a pontosság, precízió, koncentráció, figyelem, mozgás, tehát hogy rengeteg dolgot tud fejleszteni. És úgy tűnik, hogy ez talán így nemre és korra való tekintet nélkül igazából bárkinél működhet ez a játék. Pont ugye ezért is, mert ugye non-kontakt a sport, tehát hogyha mondjuk egy 2-3 évvel idősebb nálam kétszer akkora a játékos van, az se. Nem számít. Igen. Igen, így gyorsnak kell lenni, nem? Tehát leginkább ugye az számít. Igen, vagy... gyorsnak kell lenni mindenki. Uh-huh. Fürge lábú srácoknak, fiúknak, lányoknak ez egy jó sportág lehet valóban. Ja. Itt belebörgettem azért ebbe az oktató anyagba, ugye Évi, amit te hoztál magaddal, mondod, hogy Erdősi Zoltán állította össze, aki az elnök, ugye? És hogy itt azért nagyon-nagyon komolyan, tűprecízen le van írva minden taktika, ugye, hogy oszlanak meg így a pályán a játékosok. Azért csomó dologra kell figyelni, mert nyilván itt a szabályoknál azért, tehát akármit, akárhogy, akárhova nem dobhatsz. De várjál, mert benne még egy kérdés felvetődött, hogy mi a cél? Tehát, hogy egy fix játék, mert nincs fix játékidő, mert azt mondod, hogy 80-100 percig eltarthat, tehát, hogy mit kell elérni? Tehát azért fix játékidő van, tehát 15 pont, vagy pedig 100 perc egy meccs, egy hétfős csapattal, egy hivatalos, rendes nagy meccs. És itt minden egyes találat a célzónába bejutás egy pontot ér. Igen. Tehát itt nem az van, mint az amerikai fociban, hogy akkor különböző pontértékek vannak. Ez egy kicsit egyszerűbb ilyen szinten. Igen. Aha, jó, akkor már és akkor ezzel még taktikáznak, kiszorítják a pályáról, különbözőképpen védekeznek, vagy például érdekesség, hogy maga az app szó, hogy repül a korong, ez egy jelzés a játékosoknak, mindazoknak, akik akár cselként akarják bevetni, vagy pedig annak, aki figyelnie kell, hogy felé repül a korong. Aha. És mondtál egy ilyen kifejezést, de egy szójegyzék itt le van írva, azért nem egy ilyen végtelen hosszúságú, tehát hogyha nekem most neki kéne állnom megtanulni a sportágakat, akkor lehet, hogy egy-kettővel nagyon komoly gondban lennék, főleg az amerikai focival. Nem egy-kettővel. Nekem az amerikai cimorám angolul akarta elmagyarázni az amerikai foci lényegét. Magyarul se értem. Ja, nem, ezzel én is így vagyok. Inkább hagyjuk a csirájában elfolytani az egészet. De hogy a szójegyzékből is kiderül, hogy például annyi
kifejezés, szakkifejezés azért nincsen, leginkább ugye amerikai kifejezések nagyonnan származik. Tehát ő könnyen elsajátítható sport. Igen, igen, ezért is mondtam, hogy egyszerűen el lehet ezt a sportot sajátítani. Nyilván, hogyha valaki profi szinten szeretné űzni, akkor kell nagyon sok munkát belefektetni. De az, hogy hobbi szinten tudjunk játszani egy jót mondjuk így a barátokkal, úgy könnyen el lehet. Na, de te elhatároztad, hogy profi szinten fogod ezt csinálni, akkor mi a következő lépés? Mert hogy oké, hogy 19-ben te még nem voltál ott ezen az Európa-bajnokságon, de nálatok mi néz ki, illetve válogatottaként most milyen feladatok hárulnak rátok? Hát ugye most lesz idén felnőtt Európa-bajnokság, oda fogunk menni, illetve lesz megint az U20-asoknak is világversenye. Helyileg hol vannak ezek, hol lesznek? Most az Európa-bajnokság az Írországban lesz, az U20-ast azt most sajnos nem tudom, abban nem vagyok úgy annyira benne, illetve hát mondhatni az olimpia is úgymond cél, hogy az olimpiára bekerüljön ez a sportág a világszövetség szempontjából, de ez is hát még bontakozóban van. Na most még egy valamit áruljál nekünk, Bence Léci, mert ugye te a versenybizottságnak is a tagja vagy, a Repülőkorong Szövetség versenybizottságának a tagja. És nyilván akkor neked is van egyfajta küldetéstudatod, hogy ugye ezt a sportágat népszerűsítsétek. Ezt hol, milyen formában tudjátok, mert ugye egy tévi beszélt arról, hogy az iskolába behozza, a gyerekeket megismerteti a sportággal, de hogy neked is van egyfajta ilyen feladatod, én úgy gondolom. Hát ugye elsődleges szempont az a testnevelésbe való bevitel, és számomra is ez, ugye én a sport és rekreáció szervezéssel is tudnék testnevelést bizonyos iskolákban oktatni, és nekem is ez lenne a cél, hogy bevinni, és minél több gyerekkel megismertetni ezt a sportágat már minél korábban, megszerettetni velük, és hogy kialakuljon egy jó nagy bázis. Nézd ránk, és mondd meg őszintén, képesek vagyunk-e sérülés nélkül eljuttatni a korongot egymás irányába? Szerintem egyértelműen igen. Jó, azért némi hezitálom. Hát legyünk optimisták, csak pozitíva a Ferenci kollégát idézve. De azért próbáljuk meg, jó? Annélkül, hogy lezúznánk egymást a koronggal, a 175 grammossal, jó, hagyok hajlandó, mert az ugye a hivatalos. De csak az. Csak jó, az, hát csak az, amiben 4 decisőre elfér, csak azzal vagyok hajlandó, akkor a frisbizni. De tudod, mi a kemény, hogy ezt úgy dolda megfordított, beletöltöd a sört, és úgy átdobod, hogy nem locsak ki. Ott még nem tartunk. Az egy komoly kihívás. Nagyon érdekel ez a sportág, úgyhogy egy picit menjünk ki, aztán mutassátok meg, jó, hogy hogyan kell szépen akkor egymástak átpasszolni ezt a korongot, és akkor nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezeket a részleteket elhoztátok nekünk. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen, illetve én még mindenképpen javaslom annak, aki esetleg érdeklődik ezután, hogy keressen bátran, akár a nevemre rákeres, Barátvág Évi megtalál az interneten, illetve a Facebookon egyaránt. Hát meg ugye rákeres, hogy Magyar Repülőkorong Szövetség, gondolom az ugye annak is van egy honlapja, látom, hogy van mrks.hu. És akkor ott biztos, hogy az összes többi részlet. Össze tudod rakni, miből van? Így van. Le van írva. A fejben nem ment volna, hogyha le van írva a korongra. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ma reggel tehát az Ultimate Frisbee-vel kapcsolatban lett számtalan kérdés föltéve, hát még szerintem van egy pár a fejünkben, de akkor megpróbáljuk ezt odakint a placon majd utána járni. Az Ultimate Frisbee-vel kapcsolatban ugye Barát Vági Évát hallottuk, a Barát tímese tagjaként, és hát ugye mint pedagógusként, aki a gyerekekkel ismerteti meg magát a sportákat, és Farkas Bence pedig itt volt velünk, 20 éves, ő a Gyűri Széchenyi Egyetemnek a végző sport és rekreáció szervező szakos hallgatója, és jelenleg ugye a magyar felnőtt Ultimate Frisbee válogatott egyik tagja. Forrás Rádió. Mindig veled!